Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai napra rendelt új szövetségi igét a János apostol első leveléből, a 3. rész 18. versétől olvasom a 24. verssel bezáróan. Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk, és akkor az ő színe előtt azzal biztatjuk a szívünket, hogy bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítéllel, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. Az ő parancsolata pedig az, hogy higgyünk az ő fia Jézus Krisztus nevében, és szeressük egymást, ahogyan erre parancsolatot adott nekünk. Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az ő benne marad, és ő is abban, és hogy ő bennünk marad, azt a lélektől tudjuk meg, akit nekünk adott. Hogy lehet szeretni? Hát mi tudjuk, hogy szóval nagyon. És nagy elhatározásokkal is. Környezetet menteni, és világot menteni, és béke követnek lenni. Emlékszem, amikor ösztöndíjas voltam Németországban, nem is értettem, nagyon a diáktársak vonultak a Castor transportok ellen, amikor az atom hulladékot szállították a végső tároló helyre, és készek voltak mindenre, hogy megmentsék ezt a világot. És emlékszem arra is, hogy egyszer egy esti beszélgetésben előkerült, hogy vajon mi emberek mentjük-e meg a világot, vagy Krisztus az, aki megment minket. Szeretni, így mondja János apostol, azt jelenti, hogy megtartjuk a Krisztus parancsolatait. Pedig mi azt gondoljuk, hogy szeretni nagyon sokszor a megfelelés kényszere. Hiszen ismerjük azt, ha szeretsz engem, akkor olyanná leszel, amilyennek én szeretnélek téged látni. Hát nem ezt mondjuk, hogy partneri kapcsolatok, emberi kapcsolatok úgy alakulnak, hogy olyanok legyünk, ahogy a másik szeretne minket látni. Munkahelyen olyannak lenni, ahogy a cég szeretne minket látni. Jó embernek lenni. Ismerjük ugye ezt a kifejezést. Emlékszem, egyik presbiterünk a gyülekezetben, aki velem egyidős volt, és nagyon fiatalon, 40-es éveinek az elején távozott az élők sorából, utoljára már nagy betegségében csak a feleségét és engem, a lelkipásztort engedett közel magához. És talán az utolsó beszélgetésünk volt már úgy gyengén, ahogy mondta, ő, tudni kell róla, hogy ő egy nagyon jó ember volt, mindenki szerette. Kicsit azt is mondtam, hogy ebbe a jóságba halt bele. És ő mondta azt, mikor ott álltam a beteg ágyánál: tiszteletes úr, lehet, hogy az életben többször kellett volna nemet mondani. De én jó ember akartam lenni mindenkinek. Igen, testvérek. Néha nem baj, ha nemet mondunk az embereknek, hogy aztán Isten szeretetére mondjunk igent. Arra a szeretetre, amely a szívünket érintette meg, és a szív lesz a döntő, akkor, ha ez a szív az Istené. Ha Jézus Krisztus szeretete megérintette a szívünket, és átformálta, akkor ez a szív megítél ugyan bennünket, és mégis biztonságban dobog az életre, Krisztussal és Krisztusért. Mert mindenek fölött őt, a megváltót szerettük. Amen.